Három teremben több mint 1600 tárgy, közel 240 képkeret és nagyon régi fotók várják a látogatókat Gönyűn a helytörténeti kiállításon, melyet szombaton adtak át. A tárgyak egy korábbi kiállításról kerültek az új helyre. 2004-től működött egy állandó kiállításunk, és ezeket az anyagokat áthoztuk, elkezdtük leltározni, és amikor az emberek, a másik, hogy Facebookra feltettem, hogy kérjük a hajós családokat, a leszármazottakat, hogyha még vannak elfekvő tárgyak, képek, iratok, akkor szeretnénk, hogyha hoznának. És hála az égnek, meghallották, Budapesttől kezdve az ország más részéből is nagyon sok plusz tárgyat kaptunk, és ezt mind elhelyeztük most a kiállításon. A múzeum a gönyűiek múltját és a hajózást mutatja be régi emlékekkel. Ez Gönyűről szól, a gönyű lakosságról szól, a gönyű múltjáról, a gönyű emberek életéről szól ez a kiállítás, és ez nagy jelentőséggel bír azért is, mert a gyerekeinknek, az ifjúságnak be tudjuk mutatni a régmúltat, hogy honnét indult a hajózás, honnét indult a gönyű emberek élete, hogyan alakultak ki a hajós dinasztiák, és mint éltek elődeink. A szervezők tártkarokkal várják az érdeklődőket a közvetlenül a Duna partján kialakított múzeumban.